A polgárok főleg az analóg adások képminőségét, az önkényes csatornacseréket, a legnézettebb adások és a sportcsatornák levételét, a mindennapos adáskieséseket, az internet minőségét és sebességét, valamint gyakori, hosszabb-rövidebb ideig tartó hiányát kifogásolták. A cég tulajdonosa válaszolt a polgárok kérdéseire. Mint mondta, gyakoriak a technikai nehézségek, a jogdíjakat pedig folyamatosan emelik. Egyes csatornák az analógból azért kerültek ki, mert mint tudják, mind 870 MHz-es frekvencián dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy az analóg adóknak a számát behatárolja. Ahogy az internet sávszélességét javítsuk, ahogyan bevezettük a digitális szolgáltatást, az analóg adókból egy pár le kellett, hogy kerüljön. A cég tulajdonos hangsúlyozta. A Satrakt több konkurens szolgáltatóval ellentétben kizárólag törvényes módon juttatja el az adásokat a nézőköz, ezért ahol nem tud érdemi szerződést kötni az adott csatornával, kénytelen azt levenni a műsorról, vagy drágítani a szolgáltatást, ami viszont nem érdeke. Ha 14 ezer euró helyett adtunk volna 31 ezer eurót ezekért a műsorokért, 200 dinárral meg kellett volna, hogy emeljük a szolgáltatás árát. Én nekem ebből nem jutott volna semmi. Itt a lakosság számára a kábeltévé egyik napról a másikra 800 dinár helyett 1000 dinár lett volna. Az objektív hibákat mielőbb ki kell küszöbölni, és olyan műsorcsomagokat kell összeállítani, amelyek kívánság szerint és meghatározott tarifával állnak majd a polgárok rendelkezésére. Hangzott el a találkozón. 5-10 eurót kérlek kiszállásért.